ahogy eddig szoktam, és miután látok új arcokat is, azért rövidre fogva ugyan, de említenék néhány dolgot a Vitt Hírét a Magyaroknak alapítványról, amely, ahogy nevében is foglaltatik, azzal a céllal jött létre, hogy mindazt, amit ős műveltségünkről már tudhatunk, ami egyébként is bennünk rejlett ez a tudás, de úgy tűnik, hogy mindenféle erők hatására ez nagyon kikívánkozik már belőlünk, és akinek beszélnie kell róla, az beszéljen, akinek tennie kell, az pedig tegyen ezen a téren meg mindent, amit meg kell neki tennie. Az alapítvány három hölgynek köszönhetően szerezte meg a törzstőkéjét, akik magukat nem kívánják a piactérre állva dicsőíteni, sem médiában megjeleníteni, de ezzel szemben semmit nem kérnek azért az összeget, amit felajánlotta az alapítványnak. Ez bennünket is kötelez, ezért aztán örömmel fogadtunk minden előadót, aki ugyancsak szeretettel felajánlotta tudását, híve, tudva, hogy ez az, ami pénzzel nem mérhető. És az én tapasztalásom szerint a pénz olyan, ami valamikor kevesebb van, valamikor kicsit bővebben, de az, ha én megszorítom, megkötöm, akkor biztos, hogy nem fog úgy áramlani, ahogy annak áramolnia kellene. Senkit nem biztatok arra, hogy az én életemet élje, voltak húzósabb szakaszok, de ehhez mindig vissza lehetett nyúlni azok után, amikor már kimásztam belőle. Hogy ezt az alapítványt miért hoztam létre, fogalmam sincs, még egyelőre, remélem, hogy egyszer megvilágosodom. Elég régóta élem úgy az életemet, hogy azt teszem, amiről azt gondolom, hogy tennem kell, és emelem a lábom, és lépek egyelőre bele az ürességbe, és aztán mindig valaki a lábtolja a következő lépcsőfokot. A 2010-es előadás sorozatban a Szent Koronát jártuk körül, és azt, akik voltak korábban is tudhatják, hogy tulajdonképpen az ősműveltségünk nem horizontális ismeret forrásként szolgál, hanem egyértelműen föl a magasságos mennyekbe. Ehhez a kapcsolatot segít megteremteni a nyelvünk, segít a néptánc, a népmese, elképesztő tudás van ezekbe belesűrítve, hogy a csillagos jég mit üzen nekünk, és egyáltalán miért vagyunk mi bizonyos értelemben egy bizonyos tudás letéteményesei. Ezt Paksi Zoltán nyilván érinteni fogja előadásában. Én befejezésként egyetlen egy idézetet szeretnék felolvasni önöknek, ahogy itt a véletlenek ugyan nincsenek, ez így véletlenül került a kezembe. Hamvas Béla a Láthatatlan Történet című művében ír, a boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsátó hatalom így szólt, rátok bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit. Segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd senkit a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, hozd meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki sem tiltja. De jaj neked, ha magadnak tartod. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd. Ezek után nagyon szépen köszönöm, hogy eljött közénk, és már is átadom. Köszönöm szépen a lehetőséget. Tessék.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, és külön köszönöm azt, hogy ezen a szép kora tavaszi estén ezt az előadást választották, és nem a valóságos világ valamelyik kiszavazó sójának beavató kép sorai mellett döntöttek. És én igyekszem elmondani mindazokat a dolgokat, bár egy előadásban azért szorít az idő, meg ilyenkor általában az a helyzet, hogy az ember mindent el akar mondani a lehető legrövidebb idő alatt, és akkor az lehet, hogy időnként kicsit sok lesz, de ahogy a spiritualitásban szokták volt mondani, az történik az emberrel, amit bevonz magához. Hát Önök most engem jól bevonzottak, de ez az előadás végére ki fog derülni. A kezdetén egy nagyon lényeges dolgot hadd mondjak el, ami ugyan nem tartozik közvetlenül az előadáshoz, közvetve persze, igen. Nevezetesen arról van szó, hogy pontosan 20 évvel ezelőtt, gondolom, ahogy jöttek idefelé, azon gondolkodtak, hogy ki is lesz ez az előadó, ja igen, a Paksi Zoltán. De vajon ez a Paksi Zoltán mit csinált pont 20 évvel ezelőtt? Ugye? Felvetődött ez a gondolat, tehát én, vagy igen, vagy nem, 50%. Tehát felvetődött ez a gondolat, hogy vajon mit csinálhatott 20 évvel ezelőtt. Nos, nem kell tovább izgulni, nem kell tovább kétségek között gyötrődni. Elmondom, hogy mit csináltam 20 évvel ezelőtt. 20 évvel ezelőtt azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne egy olyan gyógyító módszert létrehozni, amely gyógyító módszerrel egyszerre, egy időben lehet mind a testre, mind a lélekre, mind pedig a tudatra hatni. És 20 évvel ezelőtt született meg egy gyógyító módszer, amely a reflaxáció nevet kapta, és ennek a módszernek tulajdonképpen a kelléke egy meditációs hanganyag, egy közel fél órás meditációs hanganyag, és csak hogy rövidre zárjam ezt az üzenetet, ez a meditációs hanganyag természetesen 91-ben elkészült, 1991-ben, de aztán ahogy teltek, múltak az évek, úgy már nem voltam ezzel megelégedve, és végül is két és fél évvel ezelőtt ezt az egész meditációs hanganyagot újraírtam, amely meditációs hanganyag hozzátartozik ez a gyógyító módszerhez, és ez a meditációs hanganyag nagyon-nagyon jól sikerült. Nem azért mondom ezt, hogy a saját lovamat dicsérjem, hanem azért mondom ezt, és nem abban az értelemben, hogy mondjuk a háttérzene milyen zseniális lett, vagy milyen fantasztikus lett az egész. Nem ebben az értelemben, hanem abban az értelemben, hogy a gyógyító hatása rendkívül jó. Nagyon-nagyon jó a gyógyító hatása. És bár én úgy terveztem eredetileg, hogy ezt a meditációs hanganyagot azoknak a tanítványainak adom oda, természetesen akik elvégzik ezt a reflaxációs kurzust, de mivel nagyon-nagyon hatékonyra sikeredett ez a meditációs hanganyag, ezért hát egyértelmű volt, hogy ezt nem lehet csak így magunknak megtartani, bár akkor nem jutott eszembe Hanvas Béla előbb idézett gondolata, de mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. És hát hogyan lehet mindenki számára hozzáférhetővé tenni? Természetesen úgy, hogyha az ember fölteszi az internetre. Így ez a meditációs hanganyag fölkerült az internetre, és bárki számára ingyenesen letölthető. Maga a meditációs hanganyag, még egyszer mondom, rendkívül jelentős gyógyító hatással rendelkezik, aminek sok oka van, de az egyik az, hogy közvetlenül a mély tudatot célozza meg. És hát a mély tudatban dől el az, hogy meggyógyul a beteg ember, nem gyógyul meg a beteg ember, ha meggyógyul, akkor milyen gyorsan gyógyul meg, mennyire intenzív a regenerálódás, és így tovább. És úgy érjük el, hogy a mély tudatra hatunk, hogy párhuzamosan egyszerre több hang is szól, 2-3 egyszerre, de mind a három hang pozitív, gyógyító, fény és egészségre irányuló információt hol, az egészen pontosan a sejtinformációt, többek között a sejtinformációt is megcélozzuk, és mivel a tudatos tudatunkkal egyszerre csak egy hangot tudunk követni, egymás után kettőt nem nagyon, ezért azok a hangok, amelyeket nem tudok követni, azok a hangok egyből mennek a mély tudatba. Tehát itt sikerül közvetlenül a mély tudatba juttatni ezeket a gyógyító információkat.
Én hadd javasoljam önöknek azt, hogy ismerkedjenek meg ezzel a meditációs hanganyaggal. Ez letölthető a astrozofia.hu, ez az Astrozófiának a honlapja, de a Tiszta Hangok Rádió honlapjáról is, a tisztahangok.com, onnan is letölthető. Semmiféle szerzői jogvédelem alatt nem áll, nyugodtan lehet másolni, terjeszteni. És hogyha elnyerte az önök tetszését, akkor én megkérném önöket, hogy ajánlják barátaiknak, ismerőseiknek is, ha pedig nem, akkor az ellenségeiknek. De hát remélhetőleg azért ilyen nem lesz. Ugyanakkor mégis azért kell, hogy ezt elmondjam önöknek, mert igenis úgy érzem, hogy szükség van olyan lehetőségekre, olyan segítségekre, olyan mondjuk így üzenetekre, olyan erőkre és olyan energiákra, amiben nincs benne a pénz, nincs benne a matéria, nincs benne az anyagi adok-veszek történet, hanem ami abszolút mondjuk odafigyelésről és szeretetről szól, ezért is mertem előhozakodni ezzel a meditációs hanganyaggal. Tehát, hogyha eddig még nem ismertek, akkor hadd javasoljam, hogy ismerkedjenek meg vele. Mi otthon ezt, amikor a gyerekek mondjuk betegek lesznek így esténként, hogyha mondjuk valamelyik este azt látjuk, hogy benáthásodik, vagy elkezd köhögni, akkor berakjuk a CD-t a lejátszóba, így végtelenre állítjuk, és akkor egész éjjel az megy, leesett a vetítőveszőn. A kisebbik. Gondolkodtam rajta, hogy hogyan fogom azon mutatni, de majd menet közben megoldódik. Oké, tudom. És végtelenre állítva berakjuk ezt a meditációs hanganyagot, halkan természetesen, és reggelre kutya bajuk. Reggelre kutya bajuk. És hát ennek az az oka, hogy gyakorlatilag a mély tudaton keresztül eljut a szervezetbe, hát maga az információ. Jó, tehát röviden csak ennyit akartam így előzetesen elmondani önöknek, ismerkedjenek meg vele, ha úgy érzik. Az előadásunk témája a beavatások és csillagkoronák az égbolton, és ehhez kapcsolódóan egy nagyon-nagyon lényeges gondolattal szeretném kezdeni ezt a mai előadást. Az ősi tanítások mindegyike az égből eredezteti az embert. Tehát ugyan tudjuk azt, hogy volt egy Darwin, akinek a neve elmondta, hogy ő mit csinált, hát csalt. Úgy is hívták, hogy Charles Darwin. Lehet, hogy nem jól ejtem a nevét, de mindegy. Tehát ez a Charles Darwin, ez valószínűleg vendégeskedett egy olyan kocsmába, ahol kicsit feszültebbé vált a hangulat, de mivel nem a belső térben akarták lerendezni a történetet, hogy ne sérüljön a berendezés, ezért költői hangon megszólalt, ugye, mit volt az előbb, a falu bikája, hogy kint rendezzék le a dolgokat, elsősorban materiális síkon, és mondta, hogy gyertek, mánki! És ez a mánki valószínűleg így beivódott Darwinnak a tudatába, és innentől ered gyakorlatilag a Darwin. Na most félretéve a hülyeséget, vannak ennél borzasztóbbak is, én mondtam, hogy önök vonzották be. Egy dolog a lényeg, hogy minden, és tényleg komolyra fordítva a szót, minden ősi hagyomány elmondja azt, hogy az ember az Istentől való, az ember a csillagok világából érkezett. A csillagok világából érkezett. És ez azért is, de még nem arról beszélek. Igen, azt nem tudja erről. Az arcomat elrúgja. És így van. És ez az az üzenet, amely rendkívül fontos, ez az az üzenet, amely a csillagos égbolttal kapcsolatosan meghatározó. Ugyanis például, hogy a Védákban leírják, az rendkívül érdekes, ott arról van szó, hogy amikor megérkezik az emberiség a Földre, akkor a hetedik bolygót foglalják el. És ugye milyen érdekes az, hogy mi úgy tudjuk, hogy a 18. században találta meg az emberiség az Uránuszt, majd a 19. a Neptunt, a 20. pedig a Plútót fedeztük fel. De milyen érdekes az, hogyha visszagondolunk abba, hogy,
hogy a hagyomány elmondja, a védikus emlékezet, hogy a hetedik bolygót foglaljuk el. És valóban honnan kellett, hogy érkezzünk, hogyha a hetedik bolygót foglaljuk el? Nyilván a naprendszeren kívülről. És valóban, hogyha kívülről érkezünk, akkor belépve a naprendszerbe, rögtön az első égitest, amelyiknek legalábbis a pályájával találkozunk, az a Plutó. Majd utána a második a Neptunusz, és utána jön az Uránusz. Ő már a harmadik. A negyedik a Szaturnusz, ötödik a Jupiter, hatodik a Mars, és a hetedik a mi Földünk. Tehát, hogy ők, ki tudja, hogy hány ezer esztendővel ezelőtt, tisztában voltak az úgynevezett transzaturnáliákkal, tehát a Szaturnuszon túli égi testekkel. De a mi témánk szerint nem is ez az elsődleges üzenet, hanem az, hogy midőn megérkezik az ember ide a Földre, és hát tudja, hogy itt átutazó. Tehát ez nem a végcél, nem ez a cél, de nem is ez a kezdet természetesen. Ez a Föld, ezt gyakorlatilag nevezhetjük egy iskolának is. Nevezhetjük egy iskolának, amelyet mindannyian kijárunk. De amikor megérkeztünk ide a Földre, így folytatódik a tanítás, gyakorlatilag minden tudást megkaptunk a Teremtőtől ahhoz, hogy ezt az iskolát a lehető legjobban kijárjunk, és aztán a tanulmányaink végén vissza is térhessünk ő hozzá. És ezt a tudást a Teremtő az égboltra írta. Tehát a csillagok és a bolygók a Teremtőnek a fénybetűi, amelyek gyakorlatilag segítenek abba, hogy tájékozódjunk ebben a létezésben. Tehát ezek azért nagyon-nagyon lényegesek, mert hogyha megnézzük például a csillagképeket, és figyelembe vesszük azt, hogy a különböző népek mítoszai mit mesélnek ezekről a csillagképekről, akkor talán nem annyira, de meglepve tapasztalhatjuk, hogy a csillagképekhez tartozó üzenetek lényegében ugyanazt a dolgot mondják el. Tehát mondok erre akár több példát is. Az itt látható bika csillagzat, az minden kultúrában és minden hagyományban a termékenységet jeleníti meg. A termékenységet és a biztonságot. A mellette látható Orion, ami a mi hagyományunkban Nimrodként, illetőleg kaszásként jelenik meg, ő minden hagyomány, és képzeljék el még az ausztrális lakosokéban is. Vadász. Vadászó istenség. Nagy vadász az égen. Ahogy a mi Nimródunk is nagy vadász volt. Nagy vadász vala az Úr előtt. Az ikrek csillagzat jellegzetes kapu formája okán a napkapu. De hogyha például az oroszlánra gondolunk, az minden kultúrában, minden hagyományban az uralkodót jeleníti meg. A szűz mindenhol az aratás. A mérleg mindenhol az isteni igazság szimbóluma. Ugye Egyiptomban a sakálfejű Anubis tartja a mérleget, melynek egyik serpenyőjébe kerül a halottnak a szíve, a másikba pedig a delelő nap istenét, az egy leányzó, úgy hívják, hogy Maat, az ő szimbóluma pedig a structól, és az kerül a másik serpenyőbe. És ugyancsak a szkíta görög mitológiában is, a mérleg az isteni igazság, tehát nem az emberi, hanem az isteni igazság szimbóluma. A vízöntő például mindenhol a tisztulat, a tisztításnak az égi jele. Tehát, hogy mindenhol gyakorlatilag ugyanazok az üzenetek kapcsolódnak ezekhez a csillagzatokhoz, ezekhez a csillagképekhez. Tehát lehet egészen jól érzékelni azt, hogy valahol mindannyian megkaptunk egy közös tudást, egy égi fénylő tudást, amelyből aztán különböző részeket, különböző népek jobban kihangsúlyoznak, más részeket talán kevésbé, attól függően, hogy a Föld melyik részén élnek. Tehát nyilvánvaló például, hogy mondjuk a Kárpát-medencéből nézve olyan túlzottan a déli égboltról, hát ugye nem sokat láttunk. Tehát az ott megjelenő üzenetek, például a főnix madár nem lesz annyira hangsúlyos, de már az egyenlítő menti népeknél, illetőleg az egyenlítőtől délebbi területekre érkezően a főnix madárnak az üzenete már meghatározó lesz. De hát ugye azt innen, erről a területről nem látjuk. És ami nagyon fontos, ami nagyon lényeges ezzel kapcsolatosan, az az, hogy minden egyes nép, minden egyes nemzet hozott magával valamilyen, hát engedjék meg, hogy egyszerűen mondjam, valamilyen mágiát. Hozott valamilyen spirituális titkot, hozott valamilyen egyéni,
valamilyen teljesen egyéni üzenetet, amelyet ő kell, hogy szétvigyen, ő kell, hogy szétárasszon a Földön. És ezek az ősi titkok, ezek az ősi bölcsességek, ezek az ősi mágiák gyakorlatilag egy népnek a lényegi erői, megtartó erői, megtartó energiái. Ezek azok a titkok, amelyek segítségével túl lehet élni adott esetben a népről a nemzetre leselkedő veszedelmeket. És tudják, mi magyarok ezen a területen, legalábbis az őseinket illeti a dicséret, egészen fantasztikusak voltak. Ugyanis gondoljunk csak bele abba, hogy hogyan lehet megőrizni ezeket a mágikus titkokat. Hogyan lehet megőrizni, és ami talán ugyanennyire fontos, hogyan lehet megvédeni. Hogyan lehet megvédeni? Vagy adott esetben hogyan lehet eltitkolni, hogy illetékteleneknek ne kerüljön a kezébe. Mit tennénk, hogy meg tudjuk védeni, meg is tudjuk őrizni, és a szükséges titokba tudjuk tartani. Meg tudnánk oldani most ezt a feladatot? Ugye nehéz? Hát az őseink zseniálisan megoldották. És hogy oldották meg? Mondok egy példát. Csiga-biga gyereki. Ugye? Csiga-biga gyereki. Feltehetjük a kérdést, hogy miért? Mert ég a házad ideki. Kapsz tejet, vajat. És mivel olyan begyűjtő típusú csiga-biga vagy, aki szereted, hogy ha holnap is van kaja, megnyugtatlak, holnapra is marad. És akkor azt mondja mondjuk egy nem egészen a mi szellemiségünkben gondolkodó ember, hogy na nézzük csak, hogy miről is van itt szó. Csiga-biga gyereki. Mi a francnak kéne, hogy kijön az a csiga? Hát ez nem a nudista strand. Hát ugye, kijön a csiga a házából, akkor ő már egy mesztelen csiga. Hát nem értem. Na de miért jöjjön ki a csiga? Hát azért, ugye mondja a mondóka, mert hogy ég a háza. Na de hát ki látott már égő csigaházat? A csigaházak csak úgy égnek, lángolnak, lobognak. De ez a hülye csiga nem jön ki. Ég a háza, tegyük fel, tényleg ég a háza, de ő egy sülcsiga akar lenni, nem jön ki. Gyere már ki, te csiga, hát ég a házad. Nem megyek, hagyjál békén, mondja a csiga. De gyere már ki, nem megyek. És ekkor a csiga csalogató, aki ki akarja hívni a csigát, eszébe jut a tuti hívószó. Nézzük csak, mit is eszik a csiga. Természetesen tejet és vajat. Tehát, ha én felkínálom neki a tejet és a vajat, tuti, hogy kijön a csiga. Véli a csiga csalogató. Valószínűleg arra alapozhatja ezt a feltevését, mert egyszer éjszaka, amikor álmatlanul hánykolódott, kinézett az ablakon, és látta, amint egy csiga kibújik a csigaházból, szétnéz, nem jön senki, oda rohant a tehenekhez, megfejte gyorsan az egyik, a tejet bevitte a csigaházába, és már is volt neki tej, megköpülte, és már lett neki vaj is. Tehát a csigák kedvenc eledele a tej és a vaj. Hát akkor biztos ki fog jönni a csiga. Tehát ha ezt így végig gondoljuk, hogy szó szerint miről szól a történet, hát az egésznek aztán tényleg semmi értelme nincs. Ugye? Ég a csigaháza, gyere ki, nem jön ki, akkor adok neked kaját, mi sajtburgert, nem, tejet és vajat, rendben, akkor kijön. Tehát, hogy ennek az egésznek így az ég egyadta világon semmi értelme nincs. Mi azonban tudjuk az értelmét? Hát azért tudjuk. Azért tudjuk. Több síkon is megjelenik ennek az üzenetnek a lényege. Mert hogyha megnézünk például egy csigaházat, akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy a csigaházban megjelenik gyakorlatilag az egyik legősibb jel, pontosabban az egyik legősibb szimbólumra épül, ez pedig lenne a spirál.
ez pedig lenne a spirál. És itt gondolhatunk ugye a mikrokozmikustól a makrokozmoszig, a makrokozmikus megjelenésig, a DNS-től egészen a Tejút spirál galaxisig. Tehát a létezésnek egy olyan ősi formája a spirál, amely ősi formát gyakorlatilag a mágia számtalan területén használnak akkor, amikor nem mennyiségi, hanem minőségi értelemben akarnak változást eszközölni. Tehát, hogy eleve hol lakik ez a csiga? A spirálban, ami egy rendkívül fontos szimbólum. És amikor azt mondjuk, hogy ég a házad, akkor biztos, hogy csak a lángokra gondolunk? Vagy pedig a csillagos égboltra is lehet gondolni. És ez azért nagyon lényeges, mert a legmeghatározóbb spirál, hát a részei vagyunk. És amikor kitekintünk az égboltra, itt látható a Tejút, hát maga a Tejút az egy spirális galaxis. És ennek a spirális galaxisnak van 5 ölelő karja. És az egyik ölelő karjának a szélén, tehát mint egy az Isten ölelésében helyezkedik el a mi naprendszerünk. Tehát az, hogy ég a házad, az innentől már is egészen-egészen más jelentéstartalmat kap. És az, hogy kapsz tejet, vajat, hát melyik úton vagyunk? Természetesen a Tejúton. Természetesen a Tejúton, és a Tejútról érkező tej, az gyakorlatilag az égi, az isteni tápláléknak is a megjelenítője. Tehát nagyon lényeges dolog az, hogy amikor belegondolunk például abba, hogy vajon hogy tudja legjobban megtanulni a színész a szövegét. Úgy, hogy szépen leül, és akkor elkezdi magolni. Nem. Hanem közben jön, megy, mozog, ugye próbálja a mozdulatokat, próbálja a különböző cselekedeteket, és a cselekedetekhez, mozdulatokhoz kötődik az, amit elmond, amit tennie kell. Tehát legjobban úgy tudunk tanulni, hogyha ez mozdulatokhoz kapcsolódik. Na most ezeknek a mondókáknak az egyik leglényegesebb üzenet az, hogy ezeket a gyerekek nem úgy mondogatják, hogy egy helyben átsorognak, hanem ehhez tartozik valamilyen játék, tartozik valamilyen mozgás. És ez nem azért lényeges, mert innentől akkor ők nagyon jól el tudnak majd játszadozni egymással, az őzike csoportba például, hanem azért lényeges, mert a mozgás és a mondóka és a szöveg az gyakorlatilag annak az üzenete sejtszinten épül be. Sejtszinten épül be, ami azért lényeges, mert bár a gyerek nem fogja analizálgatni, meg elemezgetni, hogy na most akkor itt Obó néni, kérem, most Tejút energiákat integrálunk magunkba, mert Obó néni nem biztos ezt tudni fogja, hát a jobbok persze tudják, de ettől függetlenül lényegi szinte, tehát lényegében beépül a gyermek egyéniségével sejtszinten, és ez azért nagyon-nagyon lényeges, mert amikor, most idézelve téve mondom, helyzet van egy nemzet életében, akkor ez a tudás aktiválódik. Akkor az a tudás, hogy kihagyhatatlan egyébként, hogy például milyen magas az Eiffel-torony, akkor ez a tudás valahogy nem aktiválódik. A szeletelős tevénél biztos, hogy kapnánk érte 3 pontot, vagy Vágó István, vagy hogy hívják, mindegy, szeletelős teve, az úgy nekem jobban tetszik. Ugye az ő quiz műsoraiban ezért pont jár ezekért az információkért, de ugye ez messze van attól, amit úgy nevezünk, hogy tudás. Tehát ezek azért lényegesek, ezek a mondókák, ezek a gyerekjátékok, és most még csak a gyerekjátékoknál tartunk, mert így a gyermekbe egész egyszerűen beépül az őstudás. Beépül az őstudás. És amikor helyzet van, akkor egészen pontosan tudni fogja, hogy mit kell tenni. És az azért is érdekes, titokban van tartva? Igen, titokban van tartva. Mégis eljut mindenkihez? Eljut mindenkihez. Az, aki mondjuk az ország ellen gondolkodik, a nemzet ellen gondolkodik, ért belőle bármit is? Hát nem nagyon. Tehát kinek kell odaadni a beavatást, a titkos tudást a gyerekeknek? Vagy mondok egy másikat például, búj-búj zöldár. Ugye? A fa elem megjelenítője a Tejút, hát nevezzük úgy is a hagyományban, hogy égigérő fa, világfa. Búj-búj zöldár. A Tejút egyik ága, tehát maga a zöldár, hát ugye
ez a tejű spirálgalaxisunknak az egyik karja. Zöld levelecske. És hát látjuk azt, hogy ezen az ágon tényleg nyitva van az aranykapu. Tényleg nyitva van az aranykapu, az ikrek csillagké. Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. De ez nagyon-nagyon lényeges, hogy ha például megnézzük az ikrek csillagképnek a helyzetét, és most egy olyan évet kénytelen vagyok betenni, ami egyébként nincs ott az égbolton, de magának az ekliptikának az ívét, ez a zöld ív, tehát ekliptika napút. Látják azt, hogy a napút mentén van az ikrek csillagzat, tehát az ikrek az a csillagkép, amelyik egy égi út kereszteződésben található. Tehát az ekliptika, vagyis a napút, és az Istenek útja a tejút kereszteződésében. Ami azért lényeges, mert ezen az úton haladva valóban az ekliptika mentén haladunk mi is tovább, amikor a Bika csillagzatából átérkezünk a Nimrod, majd az Ikrek csillagképébe, és haladunk tovább a földi útunkon, de ezen az úton, és ez már nem más, mint a tejút, ezen az úton vándorolnak a lelkek. Ezen az úton vándorolnak, hiszen lelkek útjának is nevezzük a régiségben. Ez az Istenek útja. Ezen az úton érkeznek le a lelkek, de egyben az isteni energiák is. Tehát az emberi és az isteni kereszteződésében van az ikrek csillagkép. Ezért nem véletlen az, hogy őseink gondolatvilágában, a szkíták gondolatvilágában, ugye a szkítáktól vették át a görögök a mitológiai rendszerüket, tehát hogy ebben a gondolati világban az ikrek csillagképnek a két megjelenítője, az egyik Kasztor, a másik pedig Pollux. Kasztor, aki halandó, Pollux viszont halhatatlan. Tehát az örök és a mulandó, tehát, vagy mondhatjuk úgy is, hogy az emberi és az isteni jelenik meg az ikrek csillagzatában. És maga az ikrek csillagkép rajta van a tejúton, tehát ezen a kapun átlépve, természetesen jelképes értelemben most, ugye érkeznek le a lelkek ebbe a világba. És amikor azt mondjuk, hogy nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta, no de milyen irányba? Nincs megadva, hogy milyen irányba. Hogy föntről le, vagy lentről föl. És akkor, amikor a gyerekek ezt játsszák, és átbújnak ezen az aranykapun, abban a játékos mozdulatsorban is benne van a spirál. Benne van a spirál, de nem csak a spirál van benne, hanem a gyerekek megjelenítik a mozdulat során azt is, ahogyan a Föld kering a nap körül, illetőleg a Hold, ami Földünk körül. Tehát gyakorlatilag egy kozmikus játék jelenik meg. És nem kell, hogy ezt abszolút úgy értelmezze megértse a gyermek, mert ahogy most beszélünk róla, mert erre semmi szüksége nincs, de a teste, a sejtjei, az emlékezete, a lelke, az már tudni fogja. Az állandóan tudni fogja. És tudják, ezekben az az érdekes, és az az igazán lényeges, hogy az ember szintje fölötti energiaminőség megjelenítője az égen, az a tejút. A tejúthoz mindig az isteni minőség tartozik. És az embert igazán ez a minőség tartja élet. Ez a minőség emeli föl, és ez a minőség tudja igazán táplálni. És az az igazán pontos ezekben a mondókákban, ezekben a gyerekjátékokban, hogy gyakorlatilag ezekkel a játékokkal, ezeknek a játékoknak, mondókáknak a révén a legmagasabb szintű energiát idézik meg magukba. Gondoljanak csak bele abba, és tényleg én nem akarok történelmi részletekben elveszni meg, vagy de akár csak előhozakodni sem ezekkel, mert nem ez a témája a mai előadásnak, de azért egy gondolat erejéig, ha visszagondolunk, mondjuk 1526, hogyha ezt felidézzük, és 1526-tól kezdődően vajon hány és hány alkalom volt arra, hogy a magyarság megszűnjön létezni a Földön? Ha csak a 20. századból indulunk ki, már akkor is, ugye? Azt hiszem, hogy mindannyian tudnánk bőségesen példákat mondani, de mégis itt vagyunk.
De nem csak, hogy itt vagyunk, nem csak, hogy itt vagyunk, hanem egyre jobban tudatában vagyunk annak, hogy honnan jöttünk, mit hoztunk, és mi a küldetésünk. És ennek az az oka, nem kizárólagosan, de többek között az az oka, hogy az őseink a legvarázslatosabb beavatásokban részesítettek minket. Hogy a titkokat valóban úgy rejtették el, és valóban úgy adták át nekünk, hogy ez képes volt évszázadokon, vagy akár évezredeken keresztül is megőrződni, életben maradni, és életben tartani minket. Tehát ezek valami elképesztően varázslatos, csodálatos dolgok. És tudják, nagyon lényeges az is, hogyha végig tekintünk ezen az útvonalon, mert érdemes így bevezetni, tehát így elsőként végig tekinteni ezen az útvonalon. Ugyanis, ha egészében végignézzük a napnak az útját, akkor jobban meg fogjuk érteni a koronák, amelyek az égen vannak, és a beavatásoknak a jelentőségét. És most egy csillagképpel hátrébb kell, hogy érkezzünk, és ő a kos. A kos minden kultúrában az áldozati bárány. Az áldozati bárány. Az, maga az az áldozat, amely áldozat révén, látják, itt van a háromszög, a triangulum csillagzat. A Szent Hármasságnak a jele. Tehát az az áldozat, az az önként vállalt áldozat egyébként, nem véletlen, hogy fölötte ott van az Androméda csillagkép. És Androméda csillagkép mítoszában a legmeghatározóbb üzenet az, hogy Androméda volt az a királylány, aki önként vállalta az áldozat szerepét, azért, hogy a hazája, nevezetesen Etiópia, de ez nem a afrikai, tehát a mai Etiópia, azért, hogy Etiópia megszabaduljon, megmeneküljön, hát magától a vízi szörnytől a cet. Na most a koshoz minden esetben hozzátartozik az áldozat, és nagyon lényeges, hogy itt most ne ebből a szimbólumból induljunk, hogy itt van ez a fejecske, aki ide lenéz, hanem tulajdonképpen itt az a lényeg, hogy ez a csillag, amit itt látunk, ennek az a neve, hogy Hamal, ez a kos fejénél látható csillag, és ezzel a csillaggal, vagyis ez a kosnak a szeme, ezzel a csillaggal a kos tulajdonképpen ide tekint a tejútra. Tehát a kos, amelyhez szimbolikusan mindig az elindulás, mindig a kezdet tartozik. Itt elmondja nekünk azt, hogy kezdet és elindulás nincs áldozat nélkül. Tehát ha nem hozom meg a szükséges áldozatot, nem lesz elindulás, nem lesz kezdet. De maga az áldozat és maga a kezdet jelentősége abban áll, hogy az út, amelyen elindulunk, mondjuk így egyszerűen, az az égbe vezet, a magasságokba vezet. Mert a kos nem a következő stációt, a bikát nézi, hanem a kiemelkedés lehetőségét, az pedig a tejút. Az pedig a tejút. A következő stáció pedig lenne maga a bika, ahogy tovább haladunk. A bikánál a leglényegesebb üzenet, ahogy már érintőlegesen beszéltünk róla, az a termékenység. Az a termékenység. Nagyon érdekes, hogy ahogy haladnak az égitestek a bika csillagképén keresztül, a bika szarvai között kell, hogy elhaladjanak, és ezután lépnek a tejútra. Maga a bika szarva a felemelő erő. A tejútra emelő erő. És a bika csillagkép hátán ott van egy gyönyörű szép csillagcsoport, kis csillaghalmaz, ő a plejádok. Az istenek szerelmi fészke. Azt mondja a mitológia, hogy oda járnak az istenek szerelmeskedni. Ez azért is érdekes, mondjuk csillagászati szempontból, asztronómiailag, mert valóban ez az a terület, tehát itt a plejádok, ez az a területe az égboltnak, ahol a naprendszer bolygói, tehát a bolygópályák metszik egymást. Tehát valóban itt kerül átfedésbe a Merkur, a Vénusz, a Mars, Jupiter, amikor erre járnak. És milyen érdekes, hogy de ide járnak az istenek szerelmeskedni, nyilván ez a termékenységnek az égjele, a termékenységnek a szimbóluma. Tehát az isteni erők, az isteni energiák itt tudnak egyesülni, és ez azért nagyon fontos, azért nagyon lényeges, hogy itt tudnak egyé válni a teremtő energiák, mert ha szabad szemmel megnézzük ezt a csillagképet, mármint a plejádokra gondolunk, akkor szabad szemmel 7 csillagot látunk. Na most
minden csillagzat, amelyben 7 csillag jelenik meg, az a teremtés 7-esét idézi. A teremtés 7 energiáját. De a teremtés 7 energiája az nem egy tőlünk független minőség, egy tőlünk független minőség is lehetne akár, de azért nem tőlünk független minőség, tehát nekünk is ezzel számolni kell, hiszen ezekkel a teremtő energiákkal rendelkezünk mi is. Tehát amikor az ember teremtésekor elhangzik az, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, akkor gyakorlatilag az hangzik el, hogy ha a teremtő a saját képére alkotja az embert, akkor maga az ember is teremtő kell, hogy legyen. Igazából nem is tud az ember nem teremteni. De a teremtéseink java része az belül történik. Gondolatok, érzések formájában. Aztán valamennyit persze a külső világban is. De a lényeg az a dolgoknak, hogy amikor a bika stációhoz érkezünk, akkor azok a teremtő energiák, amelyekkel a teremtés okán mi is rendelkezünk, ezeket a teremtő energiákat, és ez itt a nagyon fontos, ez itt a nagyon lényeg, ez a titka a bika stációnak. Ezeket a teremtő energiákat már nem külön-külön-külön-külön tudjuk működtetni, hanem együtt. Hanem együtt. Tehát, hogyha a 7 teremtő erejét az ember együtt tudja működtetni, na abból lesz biztonság. Abból lesz stabilitás, amelyek persze a bikához tartoznak. Abból lesz igazából termékenység. És itt a termékenységen van a kulcsa egyébként. Gondoljunk csak bele abba, hogy magyar hagyományban hogy nevezzük a plejádok csillaghalmazát? Nem úgy hívjuk, hogy plejádok, hanem úgy hívjuk, hogy fiastjuk. Na most ez lényeges, hogyha úgy hívjuk, hogy fiastjuk, és nem úgy mondjuk, hogy mit tudom én, a frigid csirke, vagy az impotens kakas csillaghalmaza. Nem, hanem ez a fiastjuk. Tehát ezek nem a poén kedvéért szántam ezeket a szavakat, hanem az, hogy érzékeljük, hogy itt fias, tehát hogy benne van a jövő, benne van a termékenység, benne van a jövő, az élet. És ezért van az, hogy aki a 7 teremtő erőt együtt tudja működtetni, az gyakorlatilag felemelődik az isteni minőség útjára, a tejútra. És gondoljunk csak bele abba, hogy már is, és még csak a második stációnál tartunk. Ugye milyen érdekes? Hát, és még hol van a többi? És már is a tejútól járunk. És milyen érdekes, hogy amint a tejútra érkezünk, kiléphetünk a körforgásból. Kiléphetünk, hiszen a tejútnak ez az egyik lehetősége. Ez az egyik lehetőség, amelyik megjelenik a tejúton. Tudják, nagyon érdekes az, hogy a csoda szarvas története az pontosan itt van az égbolt. Ez pontosan itt van az égbolt. Ugye Nimród, itt látjuk Nimródot. Nimród fiai Hunor és Magyar. Hunor és Magyar maga az ég. Mindannyian ismerjük a történetet, tehát nem fogom most részleteiben elmesélni, csak úgy nagyon nagy vonalakban. Ugye az apa, a nagy vadász, az ő példáját követve az ikrek is elindulnak. És mi történik? Megpillantják a szarvast. Megpillantják a szarvast. Pillantsuk meg mi is a szarvast, és most már ezek az illusztrációk nem szükségesek. Itt van az ikrek, kicsit tömörítve, megpillantják a szarvast, aki aztán át kell a folyón. A folyó maga a tejút, és íme itt van a szarvas agancsa, a szarvas melső és hátsó két lába. Most a szarvas agancsa azért lényeges, ez a Kassziópeia csillagzat. Ma már ez a szarvas csillagzat, ez ma 3 csillagkép. A Kassziópeia, a Perzeusz és az Auriga. És aztán az ikrek, Hunor és Magyar követik a csodaszarvast, és a folyó túloldalán, ugye Plejásztritán leányai a plejádok, de a folyó túloldalán, most nagyon leegyszerűsítettem mondom, hogy a túloldalról leányokra lelnek. Tehát elérkeznek gyakorlatilag ide a termékenység. Mondjuk így, égi birodalmában. De ami nagyon fontos és nagyon lényeges ennél a csillagzatnál, hogy maga a szarvas agancsa, a Kassziópeia, ez egy jellegzetes dupla V alakú csillagkép,
Erre mondják azt, és joggal, hogy a magyarok vezérlő csillagzata, nem csillaga, mert a csillag az egy csillag. A csillagzat pedig csillagkép, az egy ábra. Tehát a magyarok vezérlő csillagzata a Kassziópeia. És ez a Kassziópeia pont fönn van az ég tetején, a tejúton. És maga a Kassziópeia dupla V-je lényegében a tejút koronája. A tejút koronája. Nagyon fontos. Megbeszéltük azt, hogy a hagyományainkban, a gyerekjátékainkban el lett rejtve, és ezeken keresztül át lett adva az őstudás. De azért még egy dolgot nem árthat tudunk. Ugye ez az őstudás, ez az ősi bölcselet, amelyet a gyermekek őriznek és adnak tovább, illetve a gyermekeken keresztül, és ez szükséges ahhoz, hogy életben maradjon egy nemzet. Van még egy dolog, ami hozzájárul ahhoz, hogy a magyarság újra egyre erősebb és erősebb. És ez a következő. Tudják, nagyon fontos, nagyon lényeges a csillagbölcseleti tanításoknál az, hogy akkor, amikor megszületünk, a születés pillanatában, ugye különválunk az édesanyja testétől, van egy pillanat a születéskor, közvetlen a születés után, amikor a koronánk, a fejtetőnk az ég teteje felé mutat, az ég teteje felé irányul. És az ég tetején akkor, amikor megszülettünk, van egy csillagkép. És az a csillagkép, amely a születés pillanatában az ég tetején, a zeniten tartózkodik, a zeniten vándorol át, az a csillagkép a sorsunknak a meghatározó jele. Úgy is szoktuk mondani, hogy ez az égi pecsét. Most ez azért lényeges, mert az ég tetején átvonuló csillagképekhez tartozik, ez nem sok csillagkép, az ég tetején átvonuló csillagképekhez tartozik a Kassziópeia. Vagyis ez azt jelenti, hogy minden nap egyszer a fejünk fölött a szarvas agancsa elvonul. Tehát minden nap kapjuk az üzenetet, hogy merre van az otthon, hogy merre van a haza. Tudják, ez nagyon-nagyon fontos. És ez a tejút energia, a szarvasnak az aranyú agancsából áradó energia az, ami nem hagyja, soha nem hagyta, és soha nem is fogja hagyni, hogy elfeledjük a küldetésünket. És miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert hogyha megnézzük azt, hogy maga a szarvas merre megy az égbolton, akkor pontosan hazajutunk. Mert a szarvas megmutat egy mozgási irányt, látjuk azt, hogy erre megy, és látjuk azt is, hogy nem lejön az ekliptikára. Ugye az ekliptika vagy napút, ezt úgy is mondták a régiek, hogy meg mi is használjuk ezt a kifejezést, hogy ördögi kör. Ugye használjuk ezt a kifejezést, ördögi kör. És ez miért lényeges? Azért, mert az ikrek csillagkép, amely rajta van az ördögi körön, az ikrek csillagkép egyik megfelelője a magyar hagyományban a garaboncos, garabonciás diák. És a garabonciás diákról tudjuk azt, hogy ő úgy kezdi el az útját, hogy előtte már kijárta mit? Az ördög 13 iskola. Ördög 13 iskoláját. Tehát maga az ikrek a garabonciás diák, és hogyha végigmegyünk a napúton, pont 13 csillagképet látunk. Pont 13 csillagképet. Nézzék csak! Itt van az ikrek, őt követi a rák, majd az oroszlán, utána a szűz, majd a mérleg, ugye a libra, mérleg után a skorpió, és hogy tovább haladunk a napút mentén, a skorpió után következik a kígyótartó, az Ophiuchus. Látják, itt van. És utána jön a nyilas. De tudják, ahogy a bika és az ikrek között ott van a mi Nimródunk, csillagászati nevén az Orion csillagkép.
Ugye a bika és az ikrek között ott van a tejút, az Istenek útja. Egy magas minőség. A magas minőséggel való találkozáshoz szükséges a beavatás. És ezt a beavatást végzik el a beavató csillagképek, amelyek a bika és az ikrek között a tejút beavatásért felelős Orion, a mi hagyományunkban a Nimród, illetőleg látják azt, hogy itt a skorpió és a nyilas között pedig ott van a kígyótartó, az Ophiuchus. Ő pont szemben van Nimróddal, és az égbolt túloldalán ő végzi el a tejút beavatást. Tehát látjuk azt, hogy skorpió, kígyótartó, nyilas, utána következik a bak, a vízöntő, és végezetül a halak, és aztán megint itt vagyunk kos, bika, és hát látják, bika és ikrek között itt van az Orion, vagyis a Nimród csillagkép. Tehát, hogyha megnézzük, az ikrekhez képest mennyi csillagképpel találkozunk? 13-mal. Tehát a 13 iskola az nem más, mint maga az életnek a tudása, az életút, ennek a tudása. Tehát ezt az életutat ismeri maga az ikrek. És ehhez az ikrekhez tartozik, ugye a szkíta görög mitológiában Kasztor és Pollux, illetőleg a mi történetünkben Hunor és Magyar. És a szarvas mutatja nekik az utat. Igen, nem csak, hogy ez az út, az ekliptika, ez gyakorlatilag arról szól, hogy itt a földi létezésben az ember, ahogy mondani szoktuk, egyről a kettőre, vagy ötről a hatra jut. És aztán megyünk szépen körbe-körbe ebben a létezésben. De a szarvas nem azt az üzenetet hozza el, hogy itt ebben a létezésben még jobbak legyünk, még nagyszerűbbek, még több plazma TV-vel rendelkezzünk, hanem maga a szarvas mutatja az, hogy hogyan lehet ebből a minőségből kiemelkedni. Mert lehet látni azt, hogy maga a szarvas a kiemelkedés üzenetét jeleníti meg. Tehát még egyszer mutatom. Szarvas agancsa, melső lábai, hátsó lábai felfelé irányul és a tejuton. Na de hova vezet minket? Lehet látni azt, tehát, hogy a tejuton haladunk, és ahogy nyomon követjük a tejutat, megnézzük, hogy merre vezet minket a szarvas, és újból elérkezünk a tejut mentén, de a cselekvés útjára, a napútra, vagyis műszóval az ekliptikára, akkor hova érkezünk? Ehhez a csillagképhez. És ez a csillagkép a nyilas. Ez a csillagkép a nyilas. Tudjuk azt, fennmaradtak bőségesen erről leírások, Ptolemaiosztól is például, Tetrabiblosban is ír erről, hogy minden nemzet tartozik valamelyik csillagképhez. A magyarság a nyilas csillagképéhez tartozik. És hova irányul a szarvasnak az üzenete? Hova irányul a szarvasnak, hogy úgy mondjam, a mozgás tendenciája? Pontosan ide a nyilas csillagképhez. Tehát maga a nyilas csillagzat mutatja meg azt, hogy hol van, illetőleg miről szól a magyarságnak egyfelől a küldetése, másfelől pedig az égi otthona. És nézzék csak meg, milyen érdekes, hogy a nyilas csillagkép közvetlen környezetét, ha megnézzük, akkor láthatjuk azt, hogy közvetlenül fölötte ott van a Pajzs, és kicsivel fölötte pedig az Aquila, vagyis a Sas csillagkép. A Sas csillagkép itt a nyilas fölött, ami hagyományunkban úgy jelenik meg, hogy turulmadár. A legfényesebb csillaga itt van, az a neve, hogy Altair, de nevezik Altairnak is. Ez egészen pontosan ez azt jelenti, hogy turul. És látjuk azt, hogy maga a turulmadár mit csinál? Repül fölfelé, gyakorlatilag a Sas irányába, ezt jeleníti meg? A tejuton, tehát a turulmadárnak minőségi, kiemelő üzenete van. Ugyanakkor a nyilas fölött közvetlenül a Pajzs csillagzat pedig hát teljesen egyértelmű, hogy a védelemnek a szimbóluma. És hogyha belegondolunk, kivédte Európát évszázadokon keresztül? Hát az ősi szlovák birodalom is kivette a részét, mint tudjuk.
és így tovább, és így tovább. Na de félre a cinizmussal. Tehát látjuk azt, hogy a nyilashoz magától értetődően hozzátartozik a védelem. És tudják, van itt egy nagyon-nagyon érdekes dolog a nyilassal kapcsolatosan. Van több is egyébként, de hogyha megnézzük magát a nyilast, hogy hogyan helyezkedik el az égbolt, akkor látjuk, hogy rajta van egyrészt a tejuton, másrészt viszont már a tejuton túlnyúlnak a csillagai. Tehát ez azt jelenti, hogy az égitestek, amelyek átvonulnak a nyilas csillagképe előtt, elvonulnak természetesen a tejúton, és majd lejönnek a tejútról, és úgy folytatják az útjukat. Ami azt jelenti, hogy a nyilas minőség szól gyakorlatilag arról, hogy, és kérem engedjék meg, hogy most egyszerűen fogalmazzak, hogy az isteni energiákkal megismerkedni, az isteni energiákat működtetni, igen ám, de azokat le is hozni a gyakorlati életbe. Le is hozni, áthozni a tejuton túlra. Tehát a magyarsághoz hozzátartozik ez a küldetés, a magyarságban benne van az, hogy magas minőségeket felfedezni, észrevenni, működtetni ezeket, de átvinni a gyakorlati életbe, és aztán természetesen mondjuk így átadni másoknak, megtanítani ezeket a varázslatokat másoknak is. Nem tudom, előfordul ilyen? Előfordult már ilyen a történelmünkben? Hát előfordult, jócskán. Nem tudom, tudunk-e mondani olyan találmányt, olyan meghatározó jelentőségű felfedezést, amit nem magyar tudós fedezett volna föl, vagy legalábbis a csapatban nem vesz részt? Hát nem nagyon tudunk ilyen. Jó, van, de nem sok. Tehát, hogy érzékeljük, hogy ez valóban, a másik pedig az az, hogy például a nyilashoz tartozik a sport is, a sporttevékenység. Nem tudom, tudjuk-e, hogy melyik ország nyerte leggyakrabban az olimpiát? Tudjuk? Nem? Elmondjam? Magyarország. Egyetértünk? Hát... Szívesen szinkronizálom önöket. És gondoljunk csak bele abba, hogy mondjuk adva van az Egyesült Államok, és ők nyernek mondjuk 50 aranyérmet, ugye? Na de mennyiből? 300 millióból? Annyian vannak nagyjából. Azt hiszem tegnap vagy tegnap előtt volt egy kis szabadidőm, akkor gyorsan megszámoltam, de már elfelejtette meg. Ugye? Tehát az, hogy 300 millióból elvisz valaki 50-et, és aztán egy másik ország, Magyarország 10 millióból 10-et, érzékeljük a különbség, akkor ki nyert többet? Mennyiségi értelemben az 50 az több, mint a 10, na de valójában, ha megnézzük azt, hogy az egyik oldalon a háttérben ott van 300 millió ember, a másik országnál meg 10 millió, akkor azt hiszem, hogy ezt a különbséget még a Schiff András se nagyon tudná zongorázni. Pedig ő ebben állítólag igen profi. Tehát lényeg az a dolgoknak, hogy érzékeljük azt, hogy a magyarság lelkébe, akár a tudomány, akár a művészet, akár a sport, bármiből indulunk ki, a magyarság lelkébe, a magyarság sejtjeibe gyakorlatilag tejút energiát lakoznak. És ami rendkívül fontos, és nagyon-nagyon fontos, hogy a nyilas csillagzatán belül látunk egy csillagképet, az a neve, hogy Corona Australis, déli korona. A szabad szemmel nézzük meg a nyilas csillagképén belül a déli korona csillagképet. Nem most nézzük, most nem fogjuk látni, nyáridőbe. Nyáron lehet látni a nyilas csillagképet. Nyáron, illetőleg kora ősszel. Ha megnézzük a déli korona csillagképet, akkor azt veszük észre, hogy ezt a csillagzatot 7 csillag alkotja. 7 csillag alkotja. Tehát ebben a csillagképben is benne van a 7-es. És ami rendkívül lényeges ezzel a déli koronával kapcsolatosan az az, hogy ugyanúgy, mert az egyik csillaga a tejúton van, ugyanúgy a tejútról jön le, mint a nyilas. Na most gondolnak csak bele abba, hogyha egy korona az Istenek útjáról jön le, akkor azt hogyan illik elnevezni? Nem tudom, a svájci sapka kifejezés esetleg tetszik-e?
gondolat nem annyira jöhet szóba, de az, hogy szent, az egészen bizonyos. Az egészen bizonyos. Tehát, és gondolj csak bele, hogy ahogy az égbolton a nyilas csillagképéhez hozzá tartozik a korona Australis, vagyis a déli korona csillagzat, úgy tartozik a magyarsághoz is a szent korona. Én nem tudok ennek utána nézni, mert nincsenek erre meg a